Ma délután tartja az első senior pikniket az Életfa Családsegítő Egyesület és a Humána Egyesület. Ez utóbbi szervezet elnökétől, Balogh Zsolttól kérdezem, hogy miről szól ez a rendezvény. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Valójában ez a rendezvény egy korábbi ötletnek a szüleménye. Azt szerettük volna, hogy a kolozsvári időseknek is valamilyen jellegű kimozdulási lehetőséget adjunk. Különösebbképpen nem találtunk erre egy pontos kifejezést, hogy most mi erről szóljon egyenesen. Azt szeretnénk, hogy valójában maga az idős korosztály döntse el, hogy miről fog szólni ez a jövőben. Tehát ilyen szabadidős foglalkozásra Igen, egy szabadidős foglalkozásra gondolunk, ezért is neveztük így egy picit pikniknek. Legelső találkozás így alkalmával azt szeretnénk inkább, hogy egy ilyen szabad foglalkozás jellege legyen ennek. Hogy találtak egymásra az Életfa Családsegítő Egyesülettel? Róluk azt tudjuk, általában gyerekprogramokkal foglalkoznak, meg szülőknek tartanak különböző rendezvényeket. Véletlenszerű találkozás nevezzük annak. Igen, hát valójában egy véletlenszerű találkozás volt ez, és hát megfogalmazódott mindkettőnk részéről ez az igény, hogy nyújtsunk valamit a harmadik generációnak. Igen. És hát akkor belevágtunk. Remélhetőleg sikerrel lesz ez. Ugye az Életfa Egyesületről gondolom, hogy a nézők már gyakran hallottak, és egy sok éve működő szervezet, a Humána Egyesületről viszont elég keveset tudunk egyelőre. Így igaz, hát már csak azért is, mert a Humána Egyesület az januárban kezdte el tevékenységét. Az idén januárban. Otthoni idős gondozással foglalkozunk, próbálunk segíteni a rászorult idős embereknek a mindennapos tevékenységükben, életvitelükben egyáltalán. Tehát akkor ebben sok minden beletartozik. Igen, ez egy eléggé széles paletta. Bevásárlástól, higiéniáig. És vannak megfelelő vannak szakembereink, akik ezt a szolgáltatást. Erre valóban nagyon nagy igény van. Nagyon sok az egyedül élő idős itt Kolozsváron is, de az országban is, azt mondhatom. Hogy sikerült fölmérniük, vagy hogy tudnak eljutni önökhöz azok, akiknek szüksége van a segítségre? Hát ezt a média által, rádió, újság, akár Tehát, hogy Facebook. Megkeresik önöket, azok, akik ezt igénylik, és akkor igen, önök igyekeznek pontosan ellátni. Körülbelül hány család, vagy nem is családdal, hát családnak idős személlyel lehet tudnak igen, foglalkozni? Hisz vannak családok is akár. Tehát úgyhogy egy idős vannak, pár. Egy idős pár, igen. Pillanatnyilag 12 idős családot, akár vagy egyedülálló idős embert látunk el. Folyamatosan, igen, ez nap mint nap. Jó, térjünk vissza a ma délutáni eseményre, amely 5 órakor kezdődik, tehát innen egyenesen oda fog tartani. Van. És akkor azt mondják erről, hogy egy első találkozója egy olyan rendezvény sorozatnak, amelyet majd ilyen klubszerű foglalkozás gyanánt talán hetente szeretnének szervezni. Így van. Hát szeretnénk így a jövőre előre láthatólag, hát megpróbáljuk ezt hetente megszervezni, minden péntek délután, 5 órától. És hát mai nap lesz az a legelső alkalom rá. Nagyon drukkolok, hogy remélhetőleg jól sül el, úgymond. És mit terveztek ma délutánra? Ma délutánra eljönnek oda, mit kezdenek? Ma délutánra valójában, hát piknik. Egy kis ropi, egy kis szabad beszélgetés, társalgás, és nagyjából ebben kiismerülne. Már csak azért is, hogy mérjük fel az igényeit ennek a úgynevezett szegmensnek, hogy mire van igény. Hogy mire? Azt viszont tudjuk, hogy hát nagy részt azért otthon ülnek ezek az emberek, saját klienseinken is látjuk, és kliensnek csúnya megnevezéshez. És szeretnénk azért valami többet nyújtani. Tehát mozduljanak ki ezek az emberek abból a kis kuckóból, amiben vannak. Úgy képzeljük el, mert vannak nyugdíjas klubok, igen, amelyek működnek. Igen, valami hasonló. Elég népes táborral helyenként. Igen. Tehát valami hasonlóra Pontosan. Gondolnak. Igen.
Ön egyébként idős gondozással foglalkozik. Igen. És hogy bizonyára van tapasztalata abban a tekintetben, hogy mi az, amire leginkább szükségük van az embereknek, vagy hogyha ön mire gondolna, amikor azt mondja, hogy valami foglalkozást kellene valójában szervezni? Bármi, ami kimozdítja őket a megszokott környezetükből, bármi jó. Tehát mi történik? Általában nagy részük az idős embereknek, ugyebár otthon, úgymond bent a saját lakásukban nem mozdulnak ki, depressziós. Tehát ugye az egyedüllét vagy a magány azért igen, több pontosan, probléma. Igen, és bármi jellegű tevékenység, ami ebből őket kimozdítja, ez mindenképp pozitív számukra. Ezért is nincs egy ilyen konkrét tervünk erre, hogy mi legyen a jövőben, inkább tőlük várjuk ezt, hogy mi az igény. Fogalmazzák meg, igen, hogy mit szeretnének. Ők fogalmazzák meg, pontosan. De hogy ez a mai nap, ez egy piknik lesz, de igen. Valószínű, hogy az elkövetkezők azok nem feltétlenül szabad ég alatt, vagy hanem egy kialakult program szerint zajlanak majd. Így van, hát adott az életfánál, ugyebár ezt meg lehet, amikor az idő engedi, szabadtéren is rendezni, hogyha nem, akkor meg akár benn. Ott van egy olyan tér. Pontosan. Körülbelül hány személyre gondolnak, vagy hányat tudnak fogadni? Hát én nagyon remélem, hogy minél többen. Most számszerűen, őszintén így előttem nincs egy szám. Ha most már nagyon be kell határolnom, akkor kb. 10-20 emberre gondolnak. Igen, igen. És ez hogy fog működni a továbbiakban? Kell legyen egy koordinátora, kell legyen valaki, aki rendszeresen ugye odafigyel erre a programra? Pontosan. A koordinátort, azt a két csapat, mármint a Humana Egyesület és az Életfe Egyesület csapatjából szeretnénk, azaz hát meg is van úgy nagyjából, hogy ki lesz az. Meg hát persze a résztvevők közül is. Inkább azt szeretnénk, hogy inkább ők, tehát, hogy ők koordinálják saját magukat, igen, igen. Tehát, hogy ebből a társaságból, persze, hogyha valaki fölvállalná pontosan azt, aki esetleg jobban rá is lát arra, hogy minek örülnének az idősebb generáció tagjai. Ön Németországban is tevékenykedett, és meggyőződésem, hogy ott látott hasonló foglalkozásokat. Hát igen, Németországban. Hát, van hasonló, van persze ott egy teljesen más egy társadalmi beállítottság van valójában. Ehhez hasonlót nem igazán láttam, de ötletként úgy látom, hogy ez valójában itt Romániában láttam, Erdélyben ehhez hasonlót. És innen jött az ötlet inkább. És akkor azt mondja, hogy az lesz a siker kulcsa, hogy meggyőzzék az embereket, igen, hogy kimozduljanak, és eljöjjenek erre. Pontosan. Hát remélhetőleg meggyőztünk pár embert, úgyhogy valószínű, hogy a mai csapat, aki összegyűl, az elég ötletgazdag lesz, és akkor valami kialakul. Valami kialakul. És ez azt jelenti, hogy már jövő héttől folytatnánk? Igen, vagy? Igen, nagyon szeretnénk. És akkor minden pénteken délután 5 órától, kedves nézőink, a Magyar utca a december 21 sugárút 78 szám alatt készülőben egy olyan foglalkozás, egy olyan rendszeres program, amely a nyugdíjas korosztályt, az idősebb generációját szólítaná meg. Balogh Zsolt, a Humana Egyesület elnöke, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és sikeres munkát kívánunk ebben a kezdeményezésben. Köszönöm szépen.